beöltözve zenés műsorral készültek a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói az időseknek. Az esemény apropója a farsang volt, ami a hagyomány szerint mindig az adott év nyitó rendezvénye. A program többek között vállalkozók és magánszemélyek támogatásából valósulhatott meg. Már egy kicsit mi is beöltöztünk időseknek, és egy kis muzikeles előadást tartottunk számukra, hogy hogyan lehet időskorban is mulatozni, hogy ők is érezzék azt, hogy bár korosabbak, mint mi, de ugyanúgy aktív szereplői lehetnek a társadalomnak még. Hatalmas sikere volt. Az esemény elengedhetetlen része természetesen a farsangifánk, ami ezúttal sem maradt el, illetve tombola sorsolással is készültek a szervezők, hozzátették, mindegyik szelvény nyerő volt. Az intézmény vezetője elmondta azt is, hogy számos programmal készülnek még az év során. A közeli tervekben szerepel továbbra is a Dóri Háznak a támogatása, tehát ekkor pirosba öltözünk mindannyian. A medvehagy meszedési akciónk tavaly nagyon nagy sikerrel járt, 2-3-szor is voltunk kint területen. Ez azért is jó, mert egy kicsit kimozdulunk az intézmény keretein kívül, és hát a nőnapozás, tehát amire nagyon készülnek. A farsangi időszak zárásaként pedig a torkos csütörtök sem marad el a Bonyhádi Gondozási Központban.